videófelvételt készítek erről a gyönyörű szép Philips CDR 930-as készülékről. Ez egy CD író és lejátszó egyben, teljesen újszerű, hibátlan állapotban van, ezt a lemezt nemrég írtam vele, tökéletesen működik. Mivel gyári lemezbe készült az írás, optikai szálon keresztül, így a trék minden automatikusan belemegy. Lehet szerkenteni is vele a trékeket, de itt ennek az a lényege, hogy ezt nem kell szerkeszteni, ez optikai szálon keresztül, ahogy a gyári CD rajta van, ez átjön. Csodaszép hangja van, minden egyes számnál léptezik egy számot most. Írja az előadó nevét, szám, címét, minden. Ha optikai szálon keresztül veszünk át, akkor felvétel szintet semmit nem kell állítani, teljesen automatikusan ugyanazt a minőséget fogjuk kapni, ami a gyári lemezen van. Ha RCA kábelen analóg jelen jön át a jel, akkor minden szerkesztem, hogy lehet. Nagyon szép felvételt lehet készíteni, erősítőn keresztül bakelitemes gyártóról is akár. Meg tudjuk örökíteni CD-lemezre a régi bakelitünket. Ugyanazok a pici sercegések minden benne fog lenni. Itt a minőség, amit tudni kell, az semmit nem romlik, és egy az egyben, amit felveszünk vele, bakelit lemez hangot, azt fogja visszaadni. Szóval hogy a Dolby laboratóriumban készült CD felvételek, azok zajmentesek vagy minden, az egy dolog. De mi a saját bakelit lemezünkről ugyanazt fogjuk visszahallani, ami a bakelit lemezgyártón hallható. Csodaszép készülék, köszönöm szépen, hogy megtekintetted róla készült videófelvételem, és kérlek, tekints meg róla készült nagyfelbontású képeimet is. Az állapota is remek egyébként. A hátulja nem érzékeny a ütögetésre, semmire. Pontosan, szépen, gyorsan játszik. Itt az optikai csatlakodási pontja is. Köszönöm szépen, hogy megtekintetted róla készült videófelvételem, és kérlek, tekints meg róla készült nagyfelbontású képeimet is.